páncírozott harcjármű, aminek talán a számodra legérdekesebb része az a lövettorony. Ugye ezen található egy 14,5 mm átmérőjű gépágyú, és ami ugye érdekes, hogy gépuska tűz is kiváltható innen, egy 7.62-es kaliberrel, aminek a hatásos lőtávolsága az nagyjából 2 km, az ágyúi pedig 3 km. Nagy volt az érdeklődés a bánkis diákok részéről a honvédség jármű bemutatóján. Főként tehergépjárművekkel lehetett megismerkedni, melyeket műszaki, mentési, szállítási feladatok során használnak. Emellett a sebesült szállítójármű is megjelent. Az MH Bocska István 11. páncélozott hajdudandár hajduhatházi logisztikai zászlóalja, illetve műszaki százada van most itt főként, kezelő személyzettel, tehát a fiatalok olyan katonákkal beszélgethetnek, akik napi szinten ezekkel a járművekkel dolgoznak. Amellett, hogy a diákok megismerkedhetnek ezekkel a technológiákkal, a honvédség számára fontos, hogy sorai között olyan fiatalok is megtalálják számításaikat, akik kiváló műszaki ismeretekkel rendelkeznek. A honvédség népszerűsítésében ezek a járművek egyébként kevésbé vesznek részt. Most ugye azért vannak itt, mert egy műszaki profilú intézményről van szó, tehát ha a fiatalok úgy döntenek, hogy katonák lesznek, akkor ezekkel a járművekkel is találkoznak majd. De ezeket egyébként a mindennapi életben, ahogy mondtam is, főleg szállításra, szállítmányozásra, mentésre használják katasztrófa helyzetekben, például katasztrófavédelmi helyzetekben, illetve ugye logisztikai utak szállítmányozás során. A gépjármű bemutató mellett a bánki épületében a diákok hadászati fegyverekkel is megismerkedhettek. A kitelepülés egyik célja, hogy a honvédség közelebb hozza a társadalomhoz a missziójukat, tevékenységüket. Az acélkocka programra nemrég indult el a toborzás. Az egyéves kiképzés általában augusztus végén szokott kezdődni. Ide érettségivel rendelkező 18-25 év közötti fiatalokat várnak, akikből akár hivatásos, műszaki területen szolgáló őrmester is lehet Debrecenben, Hajdúhatházon vagy Nyíregyházán.